Láserei László, aki Országos Laci bácsi lett a beceneve, mert annyira ismerte az egész néptánc mozgalmat. Ő találta ki, hogy legyen minden évben Budapesten egy olyan műsor, amelyik az előző év legjobb táncegyütteseiből, koreográfiáiból válogat. Évvel ezelőtt rendezték meg először. Nagyon sok néptáncos esemény van, fesztiválok, bemutatók, önálló bemutatók, versenyek. Most már az egész Kárpát-medencében mondhatjuk. De erre még a szakma se tud mindegyikre elutazni, és ez a válogatás ez lehetővé teszi azt, hogyha valaki ezen a márciusi napon eljön az Operettszínházba, akkor egy keresztmetszetet lát, hogy mi történt az előző évben. Amikor a horvát ének van, akkor is nagyon közel mentek egymástól. Egy picit legyetek távolabb, szellősebb legyen, mert ez a színpad sokkal nagyobb, és a terek másképp érvényesülnek, jó? Gyönyörűek voltatok a színpadbejáráson. Rég volt ilyen profi érzésem, tehát fú, nagyon jók vagytok, imádlak benneteket. Tiszta pálma van! A Martin Szövetség 30 éve rendezi az antológiákat. Az Operettszínház az azért nagyon jó helyszín, mert egyrészt elég nagy ahhoz, hogy ez sok néző férjen be, másrészt pedig egy színház. És nekem az a meggyőződésem, hogy a néptánc akkor is, hogyha volt olyan periódusa a történelemnek, amikor május 1-én kötelezően táncolni kellett a sörpultok mellett, de azért a néptánc az mégiscsak egy színházi műfaj, és méltó módon és méltó körülmények között kell bemutatni a legjobbakat. Ez egy memoár, az emberi lélek elvesztéséről szól, 10 testvér szemszög által. Én azt remélem, hogy egy ilyen gálaműsorban, ahol nagyon sokfajta dolgot láthat a néző, ez valóban egy ilyen kis kuriózum, egy kis egyediség, egy táncszínházi megfogalmazás, ami abszolút a néptáncból és a népi motivumokból építkezik, és ezért lesz nagyon hiteles. Smerle, húzza, hegedű, telje fuvolász, hadd hallják meg mindenütt, hallja minden ház. Az antológiával kapcsolatosan sokszor elhangzik az a kritika, hogy ugyanazok az együttesek láthatók évről évre. Ez részben igaz. Ez egyszerűen azért van, mert az élvonalbeli együttesek azok évről évre kitűnő produkciókkal hozzakonnak elő. Ilyen például a Jászsági Népi Együttes, amelyik egy nagyon-nagyon stabil műhely. Nagy öröm számunkra, most már tényleg itt vagyunk, hogy a 30 éve folyamatosan a Jászsági Népi Együttes, mindig meghívást kapunk erre a kivételes rendezvényre, és tényleg ilyenkor a előző év legjobb alkotásai, együttesei szerepelnek itt ezen az antológián, tehát egy nagyon nagy minőséget tud képviselni, és egy nagyon jó rátekintést a amatőr néptánc mozgalom jelenlegi létére, ami azt gondolom, hogy fantasztikus. Jó, mehet tovább, pörög, tessék, egy, már jön a kettő. A Szentendre táncegyüttes azért különleges, mert pontosan azt mutatják, hogy a néptánc mozgalomban a amatőröknek mondott táncegyüttesek és a professzionális táncegyüttesek között milyen könnyű az átjárás. Összegyűlik több száz táncos, kiváló zenészek, jó lesz a hangulat. Tehát nekünk, táncosoknak ez egy nagyon-nagyon fontos. Egy évben egy van, ez egy élmény, tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Profi
profi együttesek táplálkodnak az amatőr műhelyek élenjáró szólista táncosaival. Tehát olyan kiváló táncos egyéniségek még visszajárnak a hivatásos létből is a saját anya együtteseikhez, hiszen ott egy olyan közösségi, olyan szakmai munka folyik, ami segíti a kettő közötti átmenetet, a két művészeti létezés átmenetét. Tizenhárom együttes szép színpadron, nem mintha 20 nem lehetne, csak a műsoridő azért korlátozott. Egy olyan 550-en biztos lesznek a színpadon a fináléban, amikor mindenki följön. Nem kívánhatok többet, mint azt, hogy a Néptánc Antológia idei rendezvénye tovább erősítse a szívekben, lelkekben azt a bizonyosságot, hogy igenis szükséges és érdemes erőfeszítést, tehetséget áldozni arra, amiben hinni tudunk. Ezt hívjuk nemzetépítésnek. Ez a jövő.